Ezen a rendezvényen a német-magyar vendéglátók baráti társasága készít egy jótékonysági ebédet, amelynek a bevételét a Vörös Keresztnek ajánljuk fel. Maga ennek a társaságnak a kronológiája valamikor 2001-ben keresték meg az Egolszhelyiek Jászszent Lászlót, mint partner települést. Ekkor én még nem vettem részt a dolgokba, majd 2002 után már igen, és akkor, mikor ők itt voltak Magyarországon, annyira megtetszett nekik a gulyásleves, hogy megkértek, hogy minden első adventon, amikor nekik az adventi vásárjuk van, menjünk ki és főzzünk egy rendes aragot nekik a vásárra. Azóta kijárunk, és például az ő tapasztalataik alapján honosítottuk mi is ezt meg, hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, és valami jóra fordítsuk. Gyakorlatilag ez megy most már 23-4 éve. A Vörös Kereszt dolgozója, Bazsa Rózsa, ő ismeri a falut. Hiszen mióta vagy itten? 40 éve. Már lassan nyugdíjasok, akiket először segített. Ismeri, és ő tudja, hogy kinek kellene adni. Az elmúlt évben a Vörös Kereszt 64 csomagot tudott kiosztani a rászorulóknak. Reméljük, az idén több lesz. 3-50 literes bográccsal főztünk, ez durván 120 liter, azt ilyen 4 decivel leosztva annyi adag készül. Az elmúlt évben csak 2 bográccsal főztünk, de akkor fél egykor már elfogyott minden. Most ezért rásegítettünk egy kicsit. Ez a közösség örömmel csinálja, elszántan és évek óta.